elmentem az Usakendi Sándorhoz. Igen. És megkérdeztem tőle, hogy kaphatnánk-e esetleg megint dobozt. Igen. Usakendi Sándor felelte. Persze, Domikám. Milyen doboz kértek? Mondom, hát figyelj, Sándor, a múltkor volt valami cucc a dobozba, ami nekünk nagyon ízlett. Oké. Okay. Valami mermaid, vagy marmaid, vagy micsoda. Az a mermaid, vagy valami. Az. Mondom, látod az arcunkat, Sándor? Na, Tomi sokat dolgozik mostanában, én is. Úgy jön a Tomi, hogy 12 órázik. Valami ilyen boxot szeretnénk kérni. Te most szivatsz. Tehát idejövök, munka után, vágyok el, nem ettem 6 órája semmit. Bocsánat, ezt fel kell vennem, Tomi, utána kiborulhatsz, köszönöm. Ez még csak nem is vicces, Tomi, ez rossz. Nem rossz. Ha vettem a kérek, hogy csípősebb, savanyúk, nem. Sziasztok, Tomi vagyok. Én pedig Tomi, és ez boldog. Ez pedig itt a... De... TVT. Tomi, boldog Tomi. Give it a stage in a minute, I'ma eat you. El profesor is in the house, let me teach you. I could defeat you with two hands tied and have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe how someone react to this shit. The mind slipping, speaking in tongues. Fly ink, GVA, that's how we get it done. Oh. Nem tudom, hogy Sándor direkt csinálta. Igen, Happy Halloween Box. Igen. Lehet azért, de lehet azért, mert annyira borzalmas. Happy Halloween! Amikor kinyitjuk a dobozt... Oh. De van, te luxod a Tomi. Hát addig iszok még kávét. Amikor kinyitjuk a dobozt... Ezt fogjátok látni. Nem is hátborzongató ezt, Tomi. Reméljük látszik. Ha nem, akkor elmondjuk, hogy három pici bogyó. Tutti-futti. Full tutti-futti illata van. Ez egy kifejezetten egy finom rágó. Este tutti-futti íze van. Mint energiaitát innék. Ja, vettem kézzel, el most a volt lárazva. Actimel, minyonos. Actimel? Actimel. Meglepődtem, hogy banánízű, és nem tudom, hogy utol végig gondolom, mire számítottam. Banános volt. Mondjuk minyonos volt. Igen. Tehát akkor banános. Igen. Jogos. De finom volt? Hát rajta volt bob. Mi lenne? Ízlésesen a helyére just a köpnénk. Gondoltam. A Halloween-ba bele. Ide. Ó, biztos rakik a dobozra. Hát nyakamba is veszem. Ez egy share size. Az azt jelenti, hogy oszd meg, és orrálkulj. Én úgy tudom, hogy az ilyen elszólalások, azok olyan dolgok, amiket te ki akarsz mondani, de nem jön ki. Orrálkulj. Mert ha jól tudom, felvetették az M&M-nél is, hogy túl szexik voltak a figurák. De nem is volt nő? Volt az elején volt. Nő? Az elején csávok talán voltak. Nem, de... A magyarósok voltak a csávok. Pite. Lájmos Pite. Lájmos Pite? Fehér csoki van. Tudom, hogy te miért? Nyomod ezt mind akcentussal. Te Pite. Miért nem? Pite. Mert így lesz fenszi. Mit mondtál az előbb? Pite. Actimel. Van lájmos színű, van Pite színű, meg zöld. Nem nagyon jó megint csak. Pite íze van. Uh-huh. Olyan az ízük, mint amikor a Tom és Jerry ott kirakták az ablakból a Pitét, hogy gőzölögjön. Igen. És akkor beleharapnak. Na olyan, mint ahogy elképzeled. Azt akartam mondani, hogy ezt honnan tudod, milyen ízű van. Pláne, hogy az almás pite volt. Honnan tudod, hogy almás pite volt? Én viszont ott voltam. Ó, jaj, kettő van. És amúgy hozzáteszem, hogy ez is olyan színű. Takis Fuego, lime és chili ízesítésű Takis chips. De az mini. Erről már hallottam. De az mini takis. Fuego, mini takis. Ez pedig big takis. Na ezt akartam mondani, nem, ez nyalóka. Jó, ez takis nyalóka. Ha jól érzem, alól van valami por. Oké. Okay. A Bimbo Group forgalmazza a terméket. Group Bimbo. Group Bimbo. A van jó elnevezés. Jó, akkor most melyikek ez? Ezek ez. Jó. Jézus Mária. Itt egy szottya tészta. Olyan, az ja, olyan, mint ez egyik tészta. Hú, de nagyon sós. Nem nagyon csípős. Fűszeres. Ó! Ez mocsok mód fűszeres. Igen. Ué. Bing, bing, bum. Csipszes fűszer. Most az a baj, hogy bár. Ezt most így elképzeltük. Tudjuk. Fasza. Remélem. Igen. Nem ez a fűszerkeverék van. Ide öntve alulra. Ő itt a nyalóka.
Nem tudom, hogy nem ez a... Na mindig. Mi a... Hozzak egy tálcát! Ez most hogyan kell legyen? Ez az a fűszer tömény por állagba. De tudod mit, mi az, ami nagyon brutál? Mi? Hogy ez nagyon finom, ha csak a fűszert megkóstolod. Tényleg? Ez a fűszerkeverék zseniális. Mi van ez alatt a réteg alatt? Rágni kell, vagy... Mi van ez alatt a réteg alatt? És hogy állj! Úgy? Hú! Én már jutottam. Mi ez, egy bacon darab? Ne! Mint a fűszer nyalogatnék. De eddig eljutottál, hogy ilyen véres legyen az egész? Szerintem ez az én vérem. A nyelvem küzdködik és véres lett a nyalóka. De várjál, lefolyott az isztom egy pillanat. Ne csináltam. Refluxom az kiújult. Nem lenne elég, hogy az elején egy olyan nyalókát kezdesz el szopogatni, amiről a fűszert szopogatod le, akkor ha eléred ezt a szintet, ezt a fűszert megkapod nyalókaként, és mellé még a fűszerbe mártogathatod. Egészségetekre. Ezt gyerekek. Nézzetek rá. Hát kívánjátok őszintén? Igen. És most nézzétek meg azt, aki most kiment. Azt, és azt kívánjátok? Fűszerkeveréket, még nyald le róla a fűszerről. Hát köszi. Azt kell, hogy mondjam, a fűszer maga zseniális. A fűszer jó. A fűszer íze nagyon jó. Fusion gum. És ebből lesz rágó. Reál? Ha tudnád, hogy milyen az újabb, amit hozzányúltál. Úgy az a trükk. Hogy lehet kombozni. Lehet különböző ízeket. Kombozni. Az összes menjen. Nézzük meg, hogy mennyi, milyen elosztásban van. Már el van cseszve, mert két kék van. Nagyon egyszerű, Tomi. Nagyon egyszerű. Elmondom, a legtöbb kombóhoz... Igen. Tudod, milyen szék? Te tényleg nézd! Tehát a kékkel a legtöbb kombóhoz... Köszi. Ahhoz, hogy epres limonádét csinálj, kell piros és kék. Melyik a piros? Ez. Tinnyés limonádét csinálj, ahhoz zöld kell és kék. Ahhoz, hogy málát csinálj, amúgy ezt én is itt tanultam a bioszon, epret és szidromot kell szakni. Van ananászos. Az melyik? Az a sárgább sárga? Van a halvány zöld. Ja, ez az ananász. Ez az ananász. Mi a nem értem. Ez a piros. Ne legyetek színvakok ez a játékhoz. Nevetséges a király. Ez nagyon jó. Ez a... De szokott le. Ez, mondjuk édesapám színtévesztő. Szóval, hogy kapsz ebből két darab piros az édesapám. Viszont tudsz csinálni ananászból és dinnyéből kivit? Most már nem tudtad? Te dinnyés. Mondjuk azt, hogy még limonádé is. De... Kíváncsi lettem volna, milyen ízű a kék. Ott a ragasztunk. Pikachu és Togepi. És eddig... Még nem rágó. Egyik Pokémon cucc, amit eddig kaptunk, se volt finom. Jó. Jó, ezt akartam mondani, és nem volt semmelyik jó. Nem, mert egy Arcanine. Oh! És csillog is. Kiderül, hogy nyertünk egy milliós kártyát tudni. Tudod, mi nem változott ennél a keksnél? A Pokémon cuccok színvonal. Nem voltam biztos abban, amit látok, de most, hogy megláttam, már biztos vagyok benne. Köszönjük szépen, Usok Endi! Sándor, te mindig meg tudsz lenni minket. Ezzel nem bánhatsz csak úgy, mint egy rendes kulcstartóval. Hallod, Tomi? Ezzel lesz a kapunyító. Tomi, valamivel ide volt ragasztva. Reméljük nem. A pusziával. Ja, pusziával. Tényleg gondoltál. Gondolom, hogy elővesz egy lakáskulcsot, vagy egy kocsikulcsot, vagy motorkulcsot, és ez van rajta. Sőt, ez annyira menő. Révbe értünk. Én azt gondolom, hogy rendeljetek most a candy dobozt. Már csak ezért megéri. Most volt az Obi-Wan sorozat. Igen. Fogd meg.
De mi? Szorítsad alul! Alul szorítsad! Tomi, gyerünk már! Igen, föl kell izgatni, hogy jól legyen. Ja. Hókán. De hogy csináltad? Hogy csináltad? Tomi, csinál gyorsan, mert kifolyik. Megvan! Tomi, ne csinálj! Mi lesz? Vigyem a számba! Várjál! Lőzött! De amúgy jó! Ilyen zöld amás volt, vagy nem tudom. Lehet inni is. Meg nem mondanám, milyen ízi volt. Amúgy tök finom. Hú, ez mondjuk nagyon király. Több LSD van? Beve. Ites, szerintem cukorka, mert rázad, akkor cukorkás hangja van. Zseniális, rajta van a góc. Először is elkezdesz lebegni. Ezt tudjátok, Cherry minek a... Cherry Red Balloons Candy. Tudjátok, minek a definíciója, ha beveszed és elkezdesz lebegni? Na jó. Bocsássatok meg, de... Mi jut eszetek be erről? Sándor! Ezt átengedték a vámon? Hogyan? Ez tényleg egy lufi. Úristen! Gyógyszer íze van. Nem. Pez íze van. Gyógyszer íze van. Pez. Gyógyszeres pez íze van. Nem gyógyszer íze van. Hanem a marsakocskák vitamin íze. Mondtam! Egy sörös. Mike and Ike. De miért root beer float? Ez lehet sok lehet. Tudod, hogy néz ki? Mint a cukor, amit egy régi házba találsz, és 10 éve otthon a zombi apokalipszis és után. És ami fehér volt, csak már megsárgult. Köszönjük. Én nem szeretem a root beer ízét. És ez nagyon olyan. Kicsit szerintem hajaz a licorice-re, de ez nem annyira durva. Én azt gondolom, nem rossz. Sár szóda. Dirt szóda. Ez egy sár szóda. Zseniálisan néz ki. Sár szóda? Sár üccsi? Nem tudom már fel az orrodba. Utasom, most még durvább szaga van. Nagyon durva. Egészség. Milyen? Nem tudom, olyan kóstolom. Ez nagyon durva, gyerekek. Az a durva benne, hogy... hogy nem tudom rossznak mondani. Iszonyat durva íze van. Nagyon. Nagyon intenzív. Nagyon durva. Nagyon egyedi. És mégis édes. Nagyon nem akarok többet. De öntök még egy kicsit. Bár most megálltunk, mert vége van. Tulajdonképpen ennyi volt a dobozban. Hát, hello. Mint láthattátok, volt egy kis beharangozó, hogy van még valami a dobozon kívül. Ez két darab üdítő volt, amit még kaptunk az USA Candy-től. Fel is vettünk nektek, és le is forgattunk, csak hát történt egy kis probléma. A probléma pedig az, hogy rohadtul nem volt hang. Úgyhogy csináltunk konkrétan egy néma filmet. Sajnáljuk meg, hogy a két üdítő, igazából három, mert az egyikből 2-10 volt, az zseniális volt, úgyhogy ezekből fogok nektek most mutatni egy pár snittet. Először kipróbáltuk a Coca-Colának ezt a galaktikus megjelenését. Tulajdonképpen egy nagyon érdekes ízvilágú kólát kaptunk, ami icipicit hajaz a Coca-Colára, de valójában egy olyan ízélményt ad, amit nem lehet elmondani szavakban, és mi se tudtunk. Eszméletlen finom volt, úgyhogy mindenképpen kóstoljátok meg, hogyha tudjátok. Ezután pedig kipróbáltuk a Warhouse-nek két italát. Az egyik egy zöldalmás savanyú ital volt, a másik pedig egy dinnyés savanyú ital. Hát mind a kettő eszméletlenül király, már csak azért is, mert tényleg visszaköszön benne a Warhead-es savanyú cukorkának az íze. Tényleg ezt is mindenki próbálta ki, a színe ezeknek is zseniális. És hát a legvégén, mint láthatjátok, én maradtam, én köszönök el tőletek, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok ebbe a videóba is, és a kövébe is tartsatok majd velünk hasonlóképpen. Az USA Candy-nek pedig köszönjük szépen, hogy ilyen finomságokkal bombázott minket, és hát ti is mindenképpen lessetek rá az USA Candy-re, miután feliratkoztatok, és bekövettetek minket, és az USA Candy-t is, és hát a legközelebbi videóban találkozunk, sziasztok!